Amikor ugye most már második évben vagyunk, úgyhogy hál' Istennek nincs olyan, hogy Tarjántól Tarjánig című visszes egyéves összefoglaló. Most se lesz, most csak az elmúlt pár száz évet foglaljuk össze, tehát három napi hideg élelmet kérem bekészíteni. Csizmadia Szilárdéknál jártam pár héttel ezelőtt, és akkor felmerült, hogy lehetne egy ilyen csillagásztábor história előadást tartani. Szilárd is beszállt a koprodukcióba, úgyhogy jó pár jó ötletet kaptam tőle. Az én személyes évfordulom pedig az, hogy éppen 40 évvel ezelőtt voltam először rendesen megszervezett észlőtáborban, ami alatt a rendes szervezés azt értem, hogy volt egy bizonyos bázisunk, gondoskodtak rólunk, volt étkeztetés, programok, utaztatás. Ez a bizonyos Róka Farmi első észlelő építő amatőr csillagásztábor volt, ami sok szempontból mai napig is meghatározó, legalábbis számomra. Itt ezen a nyitóképpen nem ezt a tábort látjuk, ez még annál sokkal régebbi, az első igazi magyarországi csillagásztábornak a csoportképe 1969-ből. Már az is lassan 50 évvel ezelőtt volt. Mi az, hogy tábor? Szerintem a tábor a sátortábor elsősorban. Az emberek mennek, levackolnak, sátoroznak, abszolút kint vannak a természetben. Tehát amikor mondjuk azt látjuk, hogy XY művelési ház számítógépes tábort szervez, az legfeljebb napközis tábor egy ilyen kocka alakú épületben, ami nyilván nem arra lakhatási lehetőségekre utal, hanem arra utal, hogy itt most valami unortodox módon folyik valamilyen oktatáson kívül, vagy tanításon kívüli művelés, oktatás. Itt ezek igazi táborok. Bal oldalon fent a 85-ös Kúthegyi tábornak egy jelenete. Ugye senki nem mondaná meg, hogy csillagásztábor, mert egy ilyen gyönyörű kékszínű, égkékszínű trabantot látunk, vagy Warburgot. Balra lent 1976 székesfehérvári metorésztő szakkör, abszolút illegális, viszont mindenfajta komfortot nélkülöző tábora. Jobbra fent ugyanez csak Erdélyben, a Bucsecsben, 1979 nyarán volt az első ilyen magashegyi észlelőtáborunk. Ugye sátrakat látunk, háttérben pedig az a híres Bábel nevű alakzat. Ez 2200... Sphinx? Két... 2200 méter magasan voltunk, az viszont igaz. Itt pedig egy 1998-as mázis történelem, az akkori nagy tábor, a ágasvári Meteor 98 tárcsöves találkozó, amikor aztán végképp kinőttük az ágasvári helyszínt. Balra fent a Monori, akkor még létező csoportunknak egy nyári tábora, jobbra ez egy 1997-es ágasvári jelenet, balra egy Hegedűs Tibor által rendezett 79-es észlőtábor. Itt pedig Akvaridák 81 közös tűzgömbésztelő tábora. Tehát a metorésztés lényege ez, hogy ugye radiánsként is ugye lehet látni, hogy merre állnak az emberek. Tehát ezek némelyike abszolút megfelel a tábor definíciónak, sőt, de amikor visszafelé tekerjük az idő orsóját a múltba, akkor az ember azért szeretné felfedezni olyan csillagászati csoportosulásokat, amelyek tábornak mondhatók, és 1969-nél régebbiek. Egy ilyet például egy perzeida, hát nem mondhatnánk igazán tábornak, mert nem tábori körülmények között voltak konkoliék Nagytagyoson. Minden esetre a szándék az ugyanaz. Ugye nálunk is főképpen a metorészés volt a fő hajtómotorja az észlelőtáboroknak egészen sokáig, de hát ez a legmagasabb szintű tudományos programnak is a része volt a vizuális metorészés. Persze nem U/1-es térképre rajzolták be, mert akkor még az nem létezett, hanem egy ilyen lehetetlen műszerrel, a metoroszkóppal célozták be a metorok koordinátáit. Vagy eltelt hip-hop 6 évtized, és azért bizonyos fajta minőségi változást láthatunk a észlelők öltözetében, társadalmi helyzetében ugyanúgy, de ez már az igazi mai értelemben vett metorészlő táboroknak a prototípusát láthatjuk. Ugye Barta Lajos szervezésében
krumplit pucolnak, Barta Leos is pucolja a krumplit, balra fönt. Jósa főn a Vituki, nem tudom mit jelent, valami vízminőségi, víztúró. Igen? Ezt jól lehetett érteni, köszönöm. Tehát ott szerveztek 1958-tól 66-ig kimondottan perzsédi észlelő, amitől észlelő táborokat, de ezek csak ilyen kisebb baráti körnek számított, hiszen urániás bemutatók, észlelők, amatőrök jöttek össze, ami nem egy rossz létszám, de olyan nagyon még országosnak nem tekinthető. Ez itt a Barta Lali. Még nem volt 30 éves a Barta akkor. Itt van. Hát ugye a nagy tagyosi és ógyalai észlelések a obszervatőmi kiadványokban is megjelentek. Jobbra pedig a meteoroszkópot láthatjuk, korabeli ábrázolás, hát nem tökéletes, teljesen reprodukció, de hát láthatjuk nagyjából részleteit. Ugye a Konkoli mindent átdolgozott, minden műszert, úgyhogy ebből műszerből is aztán Konkoli Litrov-féle meteoroszkóp lett. Hogy mekkora eseménynek számított, vagy legalábbis mekkora eseménynek állították be ezt a meteorészlő akciót, ez a vasárnapi újságban egy hosszabb cikk foglalkozott ezzel a kitelepüléssel. Itt ugyanazt a képet látjuk, amit a korábbiakban megmutattam. Ez a nagytagyosi kúria, ahol laktak az észlelők, bal oldalon pedig az ógyalai meteorészlő teraszt mutatják be. Itt a szöveget teljesen máshogy tördelték, úgyhogy a hozzávaló cikkhez való szöveg az máshová került itt alapban, de az egésznek az az érdekessége, hogy hát mit keres ez a vasárnapi újságban. Manapság nem nagyon tudnánk elképzelni azt, hogy egy meteorészlő tábor, hogy hát ha léteznek meg ilyen újságok, mit tudom én, hol megjelent, hettek volna. Jó, hagyjuk abba ezt, ne feszegessük. A nagytagyosról most a mostani meteorban olvashattatok egy részletesebb cikket, ezek az illusztrációk is megjelentek benne. Itt a jobb oldali 1906-os nyári villámcsapásnak az eredményét láthatjuk. Hát egy akácfát meglehetősen eredményesen meghámozott a villámcsapás. Úgyhogy hát természetesen utólag álltak oda a konkoliék. Nem vakuzás közben történt az eset. Itt balra láthatjuk a már megismert nagy ógyalai meteorészlő teraszt, hogy mennyire megadták a módját még ennek is. Mi csak egyszerűen lefeküdtünk az árok partjára, aztán ide nekem az észlelő lapot, majd én megváltam a világot. Nem, hát ezek úri emberek voltak. Jobb oldalon pedig a nagytagyosi, már 1906-tól létező meteorészlő terasz, aminek a közepére rakták a meteorészlő műszert, a meteoroszkópot, és aztán körülülték az urak, és akkurátosan megmérték a feltűnés és eltűnési pontokat, amiknek a nagy részét aztán később meg is fel is dolgozták. Na, nagy esély van arra, hogy pontosan ugyanez a műszer, ami nagytagyoson volt, ez maradt meg. Még egyről tudunk, ami létezik ebből a műszertípusból. Ez most a Tatai Csillagvizsgáló gyűjteményében található, és az elmúlt évben visszavittük Nagytagyosra. Ugye jó esély van arra is, hogy Posztolszky Károly megkapta Konkolitól konkrétan ezt a meteoroszkópot használatra örökbe, még a 1900-es évek elején. És tavaly 2016-ban ezt szépen ki is állítottuk. Hát észlelések nem történtek vele, mert valahogy senkit nem vitt rá a lélek, de megtörtént egy ilyen történelmi megismételt fotó. Természetesen az 1905-ös urak már nincsenek, nagyon régóta nincsenek köztünk. Hát Konkoli Tege Miklóst a hasonlóan daliás termetű Barta Lajos alakította. Kis László pedig kis volt ő tőle, aztán Massány Ernő az, aki ott a sapkában volt. Itt ugye Marian Vidovenec és Iván Dorotovics, a két ógyalai kolléga, egyébként tökéletesen lehet velük magyarul is kommunikálni. Hát ugye a régi képen Büki Aurél és ifjabb Konkoli Tege Miklós, aki konkrétan egy unokaöccse volt látható, és a háttérben persze a szolgák hatát nem lehet megfigyelni, mert ott hárman is vannak, akik figyelik az urak tevékenységét, az írnok, és hát nem tudom még milyen szerepkörben. De hangsúlyozom, hogy ez egy nappali kép, tehát nem éjszaka készült, észlelés közben, nem csak beállított kép.
mi kell egy meteorész, mi kell egy észlelő táboroztatáshoz? Mondjuk egy csillagászati szervezet, ami a 20-as évek elején már megvolt, a Stella Csillagászati Egyesület. Gyönyörű lapot adtak ki, szerintem minden idők legszebb magyarországi csillagászati lapja volt a Stella. Sajnos nem sokáig élt. Itt látjuk a CEISZ planetáriumnak a hirdetését 1927-ből vagy 28-ból. A belső borítón ezekkor egy abszolút újdonságnak számított. Valamikor 24-ben, 25-ben volt az első ilyen ma is ismert CEISZ műsor. Nem tudom, Gyuláék talán ezt pontosabban tudják, de 20-as évek közepetáján volt a jénai csoda, illetve a Dutchess Múzeumnak a planetáriuma felavatva. Tehát akkor ez egy szenzációs újdonság volt. És hát nem sokban különbözik a projektora. Hát ez egy merőben más egyesület volt, mint amit ma ismerünk csillagászati közegekben. A Klebelsberg-Kuno tevékenysége az minden tekintetben egy hivatkozási alap manapság. Ugye a Klikket is róla nevezték el, hogy erről mit mondaná, az más kérdés. De hát ő volt például a Stella első elnöke, aki megírta Stellának a programbeszédét, ez mai napig is olvasható. És nyilván a társadalmi kapcsolataival nem csak az egyesületet, hanem a újjáalakuló magyar csillagászatot is támogatta a svábhegyi csillagvizsgáló képében. Szintén két jelentős figurája a magyar csillagászatnak volt, a két ügyvezető titkár. Nyilván lényegében ők vitték a ügyeket. Tas Antal bal oldalon, aki ugye a svábhegyi csillagvizsgáló épületekkel van megfestve, amatőr csillagásztársunk festette Komáromi Kac Endre, vagy inkább elődünk. Jobb oldalon pedig Vodecki József, aki itt a Debreceni Egyetem dékánjaként van ábrázolva, tehát az oktatás és a kutatás két kiemelkedő figurája. Hát ezek már a 20-as években is meglehetősen idős emberek voltak, aztán későbbiekben Tas viszonylag hamar meghalt, amikor 37-ben, Vodecki utána még sokáig aktív volt, de aztán már perifériára szorították. És hát egy érdekes, szerintem ismerős figura volt a védnöke, az egyik védnöke, Horthy Miklós kormányzó, aki nyilvánvalóan még nagyon sok más hasonló egyesületnek volt a védnöke. Nekem Csizmadél Szilárd említette azt, hogy de hát ennek lehet, hogy olyan oka is volt, hogy Horthy maga is feljegyezte, hogy az egyetem tengerészeti akadémiai korában a legkedvesebb tantárgya a csillagászat volt. Nyilván csillagászati navigációt tanítottak és hozzá kapcsolódó ismereteket is, és talán ismerték az ilyen irányú vonzalmát, és ezért kérték fel védnöknek. Táborozás. Cserkészet. Az embernek a fejében kigyúlt a lámpa, hogy már voltak cserkészek. Voltak olyan cserkész csillagásztáborok? Olyanok biztosan voltak, hogy kicsit csillagászkodtak. Ennek persze nem árt utána olvasni, mert azért a magyarországi cserkészmozgalom és a cserkésztáborozás azért eléggé jelentős. Nem sokkal a cserkészmozgalom megalakulása után a Magyarországon megjött a magyarországi mozgalom is. Itt az 1933-as nagy gödöllői dzsemborit, nagy cserkész találkozót láthatjuk. Hát aki cserkész mozgalommal foglalkozik, az esetleg okosabbakat tud mondani ezzel kapcsolatban. Ez csak egy felvetés volt. Aztán jött egy következő korszak, Horthy Miklós már egyáltalán nem kormányzott semmit ekkoriban. 46-47-ben járunk megalakul a Magyar Csillagászati Egyesület Kurin György vezetésével, és 49-ben már ilyen gyönyörű plakátok készülnek, amiben a dolgozók csillagászati ismereteit próbálják elmélyíteni. Kurin György volt az, aki ez a fiatal embert játszotta a távcső mellett. Több mint 20 szakosztály köztük a számunkra fontos meteorészlő szakosztály is létezett, de lényegében borzasztó kevés észlelő munka zajlott az akkori MCE-ben. Eleve a megteremtés, az elindulás volt a legfőbb feladata. Észlelő munkát lényegében a változó csillag szakosztály folytatott, a többiek hát eléggé gyengén muzsikáltak, pedig hát a meteorészlők szervezhettek volna mondjuk meteorészlő táborokat, de idáig nem jutottak el. Viszont felmerült a meteoroszkópok használata, ameddig már nem jutottak el. Fortepánt szoktam böngészni. Ez egy 1954-es felvétel, nem tudni milyen tábor látható ott lent a mélyben. Jó eséllyel katonai sátrakat lehet felfedezni.
Hát a táborozás. Megszületik, ugye megszüntetik a cserkész mozgalmat, részben beolvasztják, részben pedig lehetetlenné teszik. Létrejön az úttörő mozgalom, nyilván a gyermekek nevelésében a táboroztatás egy nagyon fontos szerepet tölt be. Hát emlékszem, gyerekkoromra is mindig emlégették a úttörő táborokat, mint nyári kikapcsolódási lehetőségeket. Ugye ez azért is fontos, mert a táborozás az a mi már fejlettebb, már mondjuk azt, hogy tehetősebb civilizációnk számára, mert mondjuk 1950-ben azért csak jobb módban éltek az emberek, mint 1750-ben. 1750-ben nem merült fel az, hogy kimenjünk kempingezni, meg elmenjünk nyaralni, mert egyszerűen nem is létezett ez a fogalom, csak a legfelsőbb arisztokrácia körében. De hát a 50-es, 60-as években egyre másra jönnek létre a táborok. Itt például ugye a kis tábor intézményét is felidézhetjük, ami hát egy sajátos időszaka volt mondjuk a magyar ifjúságnak. Építőtáborokra is lehet gondolni, vagy gyümölcs szedő táborokra is lehet itt gondolni. Ez itt Vácváros levéltárából származó felvétel. Vácról nem messze. És milyen érdekes, hogy létrejött a fizetőkemping intézménye. Én magam sem gondoltam, hogy mennyire jól sikerül beletrafálni, csak egy bestéses alapon. Magyarországon először 1959-ben létesítettek fizetőkempinget, amit ugye ma is ismerünk. Előtte nem volt ilyen. Hogy Nyugat-Európában mennyire volt, az egy jó kérdés. Én szerintem ilyen szempontból nem maradhatunk nagyon-nagyon sokat, mert hát ez kell egy motorizáció is. Cipeljen valamivel azt a sátrat, az egyéb felszereléseket. Hát még azért a motorizáció még Európában, persze a nyugatabb országokban az előbbre haladt, de hát kell egy ilyenfajta mobilitás is. 1962-ben így nézett ki a Papszigeti kemping. Ugye az akkori kutyósátrakkal még hol van a mai high-tech, és ezeket jó kis magas építésű lábakra épített házakkal, amelyek a folyamatos árvízveszély miatt készültek ilyenekre. Érdemes elmenni a Papszigetre, mert nagyon sok régi épület még ugyanolyan állapotban megvan, egyfajta időutazás is egyben ezt a kempinget megnézni. Néha felszoktak kérni minket ott bemutatások tartására, és Vizi Péter szokott lenni a fő bemutató. Úttörő tábori mozgalom, itt alszik Máté és András az első sorban. Itt még nem alszik, itt még áll peckesen, mint csillagász úttörő vezető, vagy mi voltál te ekkor? Szaktáborvezető. Jó, oké, tehát csillagászati tábor vezetője voltál, vagy szaktábor vezető. Csillagászati úttörőtáborban járunk a 60-as évek közepén, tehát ez még mindig nem csillagásztábor, csak hát felkértek valakit csillagászkodni, ami nagyon derék dolog. És Mát is felébredt, 68-ban volt. Ugye a táborozásnak egy nagyon fontos epizódja a kivonulás a természetben. Most mi is azt csináljuk, hogy kijövünk a városba, mert nekünk egyébként speciális igényeink vannak, nem elég az, hogy csak kimegyek az erdőbe, mert akkor nem látom az eget. Olyan helyre kell kimenni, ahol jó sötét az ég, és tudok észléseket folytatni, amit a városban nem tudunk. Hát már a 60-as években is az ország nagyobb fele már városlakó volt, a budapestieknek aztán abszolút meg volt már akkor is a fényszennyezés, és hát a kivonulás a természetbe, és a aktuális szituációk elől szintén a kivonulás. Ez egy Cseh Tamást látjuk itt, aki nagy indián tábor szervező volt. De hát az ő tábor és a társadalomból való kivonulás is volt nagyon nagy mértékben, és hát a fennálló politikai rendszerre való soft szembenállás. Tehát ekkoriban kimondottan üldözték a cserkészeket. Éppen tegnap hallottam a Magyar Rádióban egy interjút, hogy cserkész szervezőket, cserkész táborvezetőket, tábor szervezését leültettek évekre. Mint olyan tevékenység, ami a fennálló rendszer ellen. De ezek imádkoztak, meg kereszténység, mert hát az életveszélyes, hát ezt nem lesz szabad hagyni. Na, hát ugye Cseh Tamás táborának egyébként egy különösen nagy érdem, hogy egy alkalommal elfogták Rózsa Ferencet is, indián nevén Rózsikát, kikötözték egy totemoszlophoz, és órákon keresztül nem akarták elengedni, bizonyára azért, mert késve szállított valami fajta optikát, vagy valami ilyesmit. És hát ilyen szempontból maximális sorsközösséget érzünk Cseh Tamás táborával. Egyébként az is érdekes, hogy
akkoriban még az indián világ, az indián történetek olvasása, az teljesen része volt a mi gyerekkorunknak. A manapság ez hogy van, nem tudom. Szerintem ez már igencsak visszaszorult, vagy már nincs meg az a romantikája. Úgyhogy nem csak a Cseh Tamásék voltak indián táborozók, hanem Baktai Ervinék is már korábban, a 30-as években volt egy ugyanilyen kivonulásos periódusuk. Az érdekes az, hogy ugye Cseh Tamás már 7 éve meghalt, de az eszme, a kivonulás a természetben az megmaradt, és még csinálják tovább ezeket a táborokat az utódai. Igen, erről már volt szó. 58-66-ig voltak ezek a jósofői táborok. Itt egész pontosan Barta Lajost láthatjuk itt, mint valamit csinál. Szerintem éppen rá akar gyújtani. Nem, ott a kezében a bagó, ott van. Én nem láttam olyan képet, amin nem dohányozna. Tali Koppány, észlelőtársunk, Jáger Tamás, Piri Endre és Gauzer Károly, aki éppen borotválkozik. Régi nevek, ugye főleg a Gauzer neve nagyon ismerős, a Gauzer sztrókai, általam is nagyon kedvelt, ismeretterjesztő könyvnek a szerzője. A első magyar planetárium, a Néplégeti Planetáriumnak volt az egyik oszlopa a Gauzer. Na most akkor első amatőr csillagás, camping, ugye korabeli írásmód még nem magyarosodott meg kempingre. Ez is Jósefőn, azon a bizonyos Bartafelé Jósefőn lett megszervezve. Hát nem volt második viszont. Hogy mi ennek az oka, nem tudom, minden esetre első volt, és ez egy jó szervezett, olyan típusú tábor volt, amit mai napig is szívesen vállalunk. Itt a képen szereplők közül bizonyára néhányakat fel lehet ismerni. Ugye itt van Kulin György, hát itt van Barta, és szerintem ez itt a felesége, akkor még volt neki. Taracsák is rajta van. Balázsi Lászlót sejtem én valahol. Úgyhogy az akkoriakat, ott balra az a távcső, az a Merz refraktor az Urániából. És hát ez egy elég rossz minőségű kép, ennél jobb ebből a korszakból nem maradt fenn. Időtartamát láthatjuk, 26-ig történt, és ez itt nem a Gellért? Kelemen, melyik? Ő a Kelemen. És Kulin és a Merz refraktor, aminek a tubusa ki tudja, hol jár mostanában. Csak az alváza van meg. 69-ben megtörtént az első magyar amatőrcsillagász kemping, és én a fiúk évkönyvében olvastam erről, hogy volt egy srác, aki szeretne elmenni a következő évi kempingbe, amire aztán nem került sor. De érdekes, fellendüléses korszaka volt ez az amatőrcsillagász mozgalmunknak. Itt 72-ben járunk, Kulin György a Fehérvári CBK-t találkozóan 400 ember vett részt, egy ilyen diadalitás beszámolót tart. Ott egy táblázat a háta mögött, az új belépőknek a száma, arányszámok, egyebek. Hát ez volt az a korszak, amikor évente 1500 új belépője volt a csillagászat baráti körének, és ez úgy jó pár éven keresztül tartotta is. Irgalmatlan mennyiségű fiatal lépett be, többek között a Keszthely is, meg én is, meg még jó néhányan az idősebb, most már idősebbek közül. Márt is már benne volt akkor, aztán később Kollát Zoli, és még sokan mások. De nem a táborszervezés volt a fő profil. Voltak ezek a nagy éves találkozók, két éves találkozók, borzasztó nagy látogatottság mellett, de ez az észlelős, kivonulós korszak még nem volt meg. Például olyan fantasztikus időmilliárdos időszak volt az, hogy 10 napos bentlakásos továbbképző tanfolyamokat szerveztek, 10 nap. Ki tud manapság 10 napra elmenni bent lakni továbbképzésre, ha csak nem kötelezik rá. Persze a 80-as évekre ez a 10 nap azért igencsak leolvadt, de hát ez egy nagyon jó kiképző lehetőség volt az utánpótlás számára. Itt látjuk jobbra Kulin, Ponnari Török Aurél, és még a fiatal Zombori Ottó is feltűnik a szakállával központban. Nem tudom, én ezen a találkozón nem vettem részt, csak jót olvastam róla. Rengeteg fiatal amatőr csillagászt, ezt mondtam, hogy vonzott be ez a nagy kulini CBK mozgalom,
itt csupa fiatal arcot látunk. Ezek a fiatal arcok most is itt vannak, csak öreg arcok képében. És tekintve, hogy nem szervezett senki sem csillagásztábort, hát megszervezték maguknak az amatőrök, megfelelően hát solid state kivitelben. Manap, ugye most már ezt nomád észlelő táboroknak hívjuk, de a nomádság az ténylegesen azt jelenti, hogy nomádként kellett időnként menekülni a rendőrség elől. Különféle nem támogatott tevékenységek miatt. Nem tudom, ez most hol lehet ez a vándor alapköve ennek a tábornak. Otthon van nálad? Dombai-tó. Kesztély Sándor őrmester látható képen. Ságodi Bolya, Teplicki István, Póth Zoli, Zalazsák. Húzd ki magad, ott le. Milyen szép kisfiú voltál. Kár volt megörögedni. Szintén a 70-es évek közepén volt egy borzasztó dinamikus és nagyon-nagyon lenyűgöző munkát folytató amatőr csillagász csoport, ami ugyan mindig tagadták, de a TIT csillagászat baráti körének köszönhette egyáltalán a létét. Ez a Szent Mártoni Béla által szervezett Albira Amatőr Csillagász Klub, aki egytől egyik a CBK fiatal tagjaiból verbúválta össze a maga szervezetét. És itt 1976-ban és 77-ben a Karászi István, már nincsen köztünk ő sem, szervezésével Karcag mellett a Berekfürdőn szervezték meg ezeket a táborokat, és ez az első 1976. évi tábor. Itt láthatjuk a fiatal Teplicki Istvánkát. Jankovics Zoli is ott van. Melyik az? Ez itt a Jankovics. Ez a kisfiú. A Újvárosi Tóni az a szakállas, már akkor is. Szent Mártoni Béla, ugye a főkolompost, ne felejtsük el, Juhász Tibor, Pap Jancsi, ő is pár éve meghalt. Ugye borzasztó szomorú, amikor az ember a kortársairól így beszél, hogy múlt időben, de a Sózuló is meghalt. Tehát ez egy nagy dinamikus felvillanás volt, de ugyanekkor 77-től Róka Farman, az Uránia csillagvizsgáló fiatal munkatársai, Zombori Otto és Kelemen János, akik akkor még fiatal munkatársak voltak, megszervezték az első magyar észlelő építőtábort. Hát ilyen állatot még nem szült igazi földi lény. Minden esetre tudni kell, hogy abban az időszakban az építőtábori mozgalom is egy nagyon fontos és nagyon támogatott táborosztatás volt. Azt már más kérdés, hogy milyen hatásfokkal. Talán így jobban el lehetett adni a tábort. A legelső rókafarmi tábor 77-ben volt, és 12 napos volt. Lehetetlen lenne manapság 12 napos tábort tartani, illetve lehet csak éppen mondjuk elmennek haza. De az összegekre is ugye lehetne gondolni. Szent Mártoni Béla életből elesett felvételen, egész ugye napi 200 doboz Kossuthot szívott, és Zombori Otto pedig az elmaradhatatlan gyárkéménnyel a szájában, akkoriban volt egy ilyen értelmiségi póz, hogy az ember ugye pipázott, akkor az sokkal értelmesebbnek tűnt. A TV képernyőnél műsorban pipáztak az emberek. Megbagóztak is. De tényleg volt egy divat, és az ottan, amíg ráadásul még jól is állt ez a pipázás. És a 80x1002-es Zeiss refraktorral mesterkednek. Egyébként ekkor, ez egy 78-as felvétel, ekkor volt az, amikor a fehér flert észtelték a táborból. Többen is. Volt, aki hallotta is. Hát Kelemen János láthatjuk, aki flare felfedezőjeként rászolgált a Fleremen költői és állandó jelzőre. Szőke Balázs ezen a képen nem látszik. Amatőr úttörő csillagászok találkozója. Ez ugye nem tábor volt, de csak kikapcsolni szeretném. Nem tábor volt, de például az akkori Gödöllő. Az akkori lehetőségek között például az ifjúsági szervezet is szerepelt, mint táborszervező. És nem is egyszer, nem is kétszer. Mátis.
Keszté is ott volt. Gödöllőn ott voltál. És akkor most akkor megint privatizálok egy kicsit, nem csak a 77-es tábort, hanem a 86-ost is szeretném felemlegetni, mert akkor volt egy lehetőségem kijutni a szabad világba, Egyesült Államokba, a Stella Fény nevű, már akkor is nagyon nagy múltú, már akkor 60. éves távcsöves jamborira. Ugye a Springfield államban van egy Vermont nevű, nem, Vermontban van egy Springfield nevű kis falu, és ott távcsőépítők felütötték a fejüket még a 20-as években, és egy ilyen szinte nemzeti mozgalommal terjesítették ki az egész tevékenységet, és először 1926-ban tartottak olyan típusú távcsöves hétvégét, ami a milyen kis, ami itt van. És hát 86-ban már ennek a 60. évfordulóját ünnepeltük. Hát szerencsére kijutottam erre, és hát eltátottam a számot, milyen fantasztikus dolgok vannak. Ugye akkor egy 75 centis Dobson nagyon nagy számnak számított, most is, de akkoriban amatőrök ilyeneket nem építettek. Vagy hát ott jobb oldalon mellettem David Levy ül, aki akkor még csak egy üstököse volt neki, de ő volt a szponzorom, és aztán később pedig hát híressé vált, nagyjából 10 éven keresztül vizuálisan és fotografikusan rengeteg üstököst fedezett fel. Hát az ilyen találkozások nyilván az embert meglehetősen motiválják. Hát ilyen léptékről van szó. Például ez a szörnyeteg, ez az erőd 1930-ban létesült a Potternek a tervei alapján, ez egy ilyen erőtávcső. A lényeg az, hogy ne fázzon az ember, belegyújt az olajkályhával, bemászik, és akkor össze-vissza kalimpálhat a csővel. Egy egészen egyedi, egészen őrült dolog. És hát ez egy ilyen normális előadásnak a domboldali felvétel 1998-ból a Stella Fénen. Tehát ott 2-3-4 ezer ember is összegyűlik. Más léptékű dolog, mint ami Magyarországon elképzelhető. De egy fantasztikus nagy felvonulása volt az amatőröknek, profiknak. Néhány profi is volt, azért a felvonulásról nem volt szó, és rengeteg, borzalmasan sok távcső. Főképpen saját készítésű távcsövek. Hát kint voltam aztán, hát ilyet kéne csinálni. Aztán 88-tól be is indultak ezek a mi rendezvényünk, de hát aztán közben eltűnt a vasfüggöny, és ki tudtunk jutni viszonylag közeli távcsöves amatőrcsillagász hétvégékre. Az Alpokba, az osztrákokhoz, az ITT-re, vagy a németekhez, az ITV-re. 90-es évek közepétől rendszeresen mentünk ki. Ez például kicsit későbbi felvétel, de hát ilyen Fujinonokat nem lehet itt csak úgy megnézegetni, vagy belelesti, vagy mondjuk a CEISZ képviselete elhozott egy ilyen 100x640-es APQ tubust, aztán utána be is csukták a boltot. De ez ténylegesen a CEISZ távcsőgyártásának a végét jelentette, az utolsó kísérleteket. És ezeket az ember mégiscsak testközelből láthatta. És akkor csináljunk mi is valami hasonlót. Igazából távcsős találkozó néven 1995-től jövünk össze így hétvégére, bővített, hosszított hétvégére. Rágtanyán magán 86-tól 95-ig fordultunk elő. Azóta is állnak emberek, csoportok, szakkörök Rágtanyára észlelni. Van, aki Perzidéhez is jár. De hát mondjuk ez egy előrelépés a nomád táborokhoz képest, ahol ugye lényegében nem volt semmi, csak a saját magad által ásott gödör. A luxust a nyomóskút közelsége jelentette, és igen, a pottyantásról már volt szó, és hát víz meg semmi, lényegében semmi nem volt. Rágtanyán persze víz úgy, ahogy volt, meg villany is volt, csak hát az út az katasztrofális volt, és az infrastruktúra, közlekedés, egyebek azért végül eltárni torítottak minket. Aztán volt egy olyan táborunk is, ami egy nagyon csúnya ételmérgezéssel ért véget. Illetve nem is mi kaptuk meg a mérgezést, hanem az előttünk levő turnus, ami aztán a mi táborunkat is teljesen hazavágta, mert nem lehetett embereket fogadni. 20 évvel ezelőtt járunk, 20 évvel ezelőtt ez volt a high-tech, az asztrofotográfia high-techje. Bal oldalon egy Rózsa Ferenc, ugye a totem oszlop, stb. Rózsa Ferenc által készített 100x1000-es refraktor, ugye CEISZ elemekből rakta össze, telemátorom van rajta, felturbozott telemátor, persze fénycsappantyú is rajta van,
keresőtávcső, meg egyebek. Jobbodon pedig a Szitkai Gábor által vásárolt, ez már egy vett távcső, a Starfire 155 mm-es apokromátja, ami hát a legnagyobb teljesítményű amatőr távcső volt akkoriban fotográfiai szempontból. Milyen szép fiatal legény volt még a Szitkai 1995-ben, azóta megöregedett, és a távcsőbe is vastagabb lett. Ágasvár, ugye ugyanazt lehet elmondani róla, mint Rágtanyáról, korlátozott infrastruktúra, gravitációs WC, iszonyatos útviszonyok, sötét ég, de viszont ugye étkeztetési lehetőség megvolt, azért nagy nehezen ki lehetett húzni egy ilyen egyhetes táborosztatási időszakot, mondjuk persze ezt már nem, mert ez egy nagyon nagy létszámú volt, ez a helyszín már nem bírta, hát látjátok, hogy iszonyatos sok sátor jelent meg ezen a kisméretű észlelő réten. Logisztikailag is lehetetlen volt 98 darab autót lekényszeríteni a rétről, és parkoltatni őket, és cipeltetni. Na, szóval ez nem volt egészen jó döntés, az viszont jó döntés volt, hogy átvittük a nagy táborokat más helyszínekre. Mert hát nem csak a sötét ég számít, hanem a tisztességes út, a jó közlekedés is. Felső, ugye Szentéleken 5 alkalommal tartottuk meg a nagy távcsős találkozónkat, ez a 95-ös csoportkép. Azért elég szép létszámok voltak ott is. Hát itt aztán Tarjánban, ahol most már 12-szer vagyunk, ez talán a tavalyi csoportkép, amit itt látunk. Hát itt iszonyatos embertömegek vannak, de nyilván pontosan tudjuk, hogy milyen az égbolt itteni állapota, de azt is tudjuk, hogy ennyi embert Magyarországon tudomásunk szerint sötét ég alatt nagyon nehéz elhelyezni olyan igényekkel, ami nekünk van. Ne legyen zavaró fény, legyen árnyék, de ne legyen sok árnyék, legyen észtövörét, legyen víz, legyen villany, és így tovább, és így tovább. Bizonyos szempontból azért is vagyunk itt 12. éve, mert valamifajta optimális helyszínt sikerült találni. Persze az észlelő táborozás, a táborozás az nem csak egy helyszínen és nem csak egy szervezet által zajlik. A leghosszabb időszakon, leghosszabb ideig tartó, majdnem végig ugyanazon a helyszínen tartó tábor az a Magyaróz-bányai volt, aminek az utolsó alkalma 2015-ben volt, cikket is kaptunk róla, és itt hát néhány képet láthattok az elmúlt évtizedekből, mert itt tényleg évtizedekről és amatőr csillagász generációkról van szó. Az egy Wartburg gyártmányú jármű, csak még valamit nem. Talán vízért mentek le, nem tudom. Tehát olyan bolondos. Bolondoznak. Tehát azért bal oldalon eléggé jó kis létszámot látunk, középen talán Dingalacit látjuk térdelve, kisebb gyerekek, nagyobb gyerekek, felnőttek. Itt egyébként egy valószínűleg a Krúdi hagyatékból származó fertőtűkös rendszerű távcsőt látunk. Igen, ez az. Itt pedig a Szijjártó Lajost láthatjuk a tábor emlékkövénél, és kicsit szomorú, hogy nincs következő generáció, még mondjuk fontosnak tartana itt egy tábornak a további megszervezését, mert hát megtörténik az, hogy a trendek azok megszakadnak. És mások is táboroztatnak. Körösparti, Csillagparti, Kunszentmárton, hát itt talán 10 éven keresztül, nem tudom, itt van-e valaki Kunszentmártonból? Most éppen nincs. Ugye a Körös partjára mentek ki oda a Szunyog epicentrumba táborozni, ugye pár kilométerre csak a várostól, és hát egy ilyen tipikus körösparti csoportkép, Kovács Karesz, szintén Kurucjani, igen, ott Google Kurucjani is, és még néhány kedves fiatalember, akik hát azóta már öregebb fiatal emberek lettek, és talán már nincs is energiájuk. Kiskun táborok, hát az 20 év óta van, hogyha összeszámoljuk. Ugye ez egy 17, na hát itt, aha, ugye ez egy 2005-ös Kiskun tábor, ott a Solti, hogy hívták azt a helyeteket? Kalimajori tábor, és hát ugye éppen akkor volt, nem sokkal később a Balatonlaciék leköszöntek a csoportvezetésre, és akkor hát ki fogja tovább vinni a tábort, és többek között ez egy nagyon fontos tevékenység volt a helyi csoportnak, és hát akkor itt a molyó ég. Úgyhogy ez egy szerencsés váltás volt, mert az ember mindig aggódik akkor, hogyha valamilyen csoportnak a vezetője megfárad, vagy abba hagyja, vagy abba kényszerű hagyni, akkor ki viszi tovább.
17, az már egy egészen szép szám. Ugye idén 10. éve vagytok a Jász Szent Lászlón? Az is egy... Most elnézést kérek, tudom, a gyűjteményemben nem találtam pécsi táborról képet, úgyhogy ezt voltam kénytelen beilleszteni. Keszthelyi Sándor, mint öreg bajnok és barátai. Meddig voltatok ti pécsi táborozók? 91-től 98-ig. Napfogyatkozás az meg már nem... Paks. Azt hittem, hogy tovább volt ez az időszak. Hát ez is derék. Azért bizony jó sztorik vannak. Vegatáborok, éppen most volt alkalmam, hogy vegatáborba elmenni. Ez a tavalyi csoportkép és a hozzátartozó tejúthíd. Nem is gondoltam, hogy 92 óta csinálják ezt, 4-1 százada csinálják ezek a srácok is. És úgy elszállt a 25 év. Úgy ennek itt a fő lelke, a Csizmadi, a Szilárd, aki azért is megérdemli az elismerést, mert ő a közeli Berlinből folytatja a szervezést, és hát ennél alkalmas fejét nem tudok egy zalagászegi egyesület vezetésére. Tehát azért ez sokkal több energiával jár együtt. És hát egy nagyon jó hangulatú táborban volt szerencsém részt venni most az elmúlt hónapban. Csak ne lenni ilyen borzalmasan messze az őrség. De ez kompenzálja az őrségnek a szépsége. Őrség, szépség. Aztán vannak általunk nem olyan táborok, amelyekben nem vettünk részt, de van egy IAYC, ez egy nemzetközi ifjúsági csillagász tábor sorozat, a 70-es évek elejétől folyamatosan működő nemzetközi európai ifjúsági tábor folyam. Évente 2-3 hetes táborokat tartanak, jó drágák is persze, mindig más-más helyszínen, fiatal csillagászok, illetve egyetemisták szervezik. 1999-ben a napfogyatkozás tiszteletére Vépen szervezték meg a táborukat, de teljesen önállóan nem is volt hozzá semmi közünk. Tudomásom szerint magyar szervezet sem vett részt a szervezésében. Dianiska Balázs, hát ő egy darabig a 2000-es években közreműködött az IAYC a tábornak a nemzetközi vezetésében. Már nem működik közre, de ez is mutatja az egésznek az erejét, hogy mindig vannak újabb emberek, és hát figyelem a honlapjukat, és mindig minden évben megszervezik, csak hát nem lennének annyira drágák ezek a rendezvények. Régebben néhány magyar is sikeresen el tudott menni, pár évvel ezelőtt egy zalaegerszegi kislányt is meghívtak, illetve hát vendégül láttak, és akkor a Vécsie írt egy levelet, amiben jelentős árengedményt sikerült kiharcolni, pedig hát most már az EU-nak a tagjai vagyunk. Vagy az űrt mondanak a Magyar Asztronautikai Társaságnak van egy, hát legalább 20 év óta folyamatosan zajló űrtábora. Ez itt, nem tudom, ez idei űrtábor, vagy pedig az idére készült felvétel. Minden esetre szerintem ezt Kecskeméten tarthatták a háttérdekoráció alapján. És ugye felfigyeltünk a fekete szakállas fiatal emberre, Zombori Ottóra, néhány diával korábban, és itt van az Ottó most is. Itt van, ha nem is mint szervező, de táborozó. És hát róla még azt is kell tudni, nem csak építőtábort szervezett, hanem még nagyon sok csillagásztábort, és egy sokkal jobban hangzó mozgalomban is részt vett, amit úgy hívnak, hogy olvasó tábori mozgalom. Tehát gondoljunk rá is tisztelettel ezúttal. Ugye a NASA-nak vannak ezek a Huntsville űrtábori. Jó ideig a MANT közvetítésével a gyerekek kedvezményesen ki tudtak jutni. Ilyen házi pályázatokat készítettek, és a legjobbakat kíséri tanár vagy tanárok kíséretében kijutották ezekre a tréningekre. Ezek a táborok most is vannak, de már jó pár év óta nem jutottak ki fiatalok. Hát azt tudom, hogy 2010-ben voltak, mert a Polaris szakkörösei közül is voltak kint. Azt hiszem, itt a Hanyec Ottót látjuk, meg a Galgóci Gábort, Horvai Feri is kint volt, csak nyilván nem került rá a csoportképre. Hát most ezzel a vonallal nem tudom, amennyire látom, már nem megy annyira ez a Huntsville-i vonal. Szlovákia, felvidék.
lényegesen jobb a felvidéki csillagászat, amatőr csillagászat támogatottsága, mint a magyarországi. Így volt ez a régi rendszerben, és így van most is. Hát esetenként volt kapcsolatunk, aztán megszakadt, aztán újraélet, aztán vannak olyan amatőr csoportok, amelyek rendszeresen járnak ki a felvidékre. Itt a baloldali felső kép például az Ógyalai Csillagvizsgálattal szervezett nemzetközi ifjúsági táboron készült beszélgetésről szól. Hát ők akkor, 80-as évek közepén a szocialista országokból hívtak meg gyerekeket táborozásokra. Itt a Rimaszombati Csillagvizsgálónak a meteorrésztvevő hétvégéjét látjuk egy csoportképeréig. És baloldalon lent pedig, ugye ők magyarok, szlovákok vegyesen, baloldalon lent ez a komor úr, Bődők Zsigmond, aki néhány évezőt hunyt el, egy nagyon markáns figurája volt az ottani csillagászatnak, amatőr csillagászatnak, és a konkoli táborok is az ő szervezésében indultak meg, kezdődtek meg. Először Ógyalán, aztán pedig más helyszíneken. Ez egy 1991-es csoportkép. Hát a műszerezettségről annyit érdemes elmondani, hogy ez a nagy vastag boiler, ez egy Celestron 14, amit borzalmasan irigyeltünk tőlük. És hát később aztán nem lehetett Ógyalán tartani tábor, de ha nem is ilyen névvel, de jelenleg is szerveznek több fajta csillagásztábort is a felvidéki barátaink. Például ez a Korvuszka csillagásztábor a gyerekek számára. Hát igen, hát ez ugye... Én azt hiszem, hogy így talán jobban meg lehet fogni a gyerekeknek a figyelmét, mint ilyen szomorkodás, hogy hát hol vannak a fiatalok. Hát itt vannak a képen. Nagy Sándor, aki ott fent bőszén mutogat, hogy gyertek közénk, gyerekek. Hát elég tisztességes létszámot is produkálnak, úgyhogy nagyon derék. Erdély ország. Ez is egy külön országrész. Hát ott szerintem csak a 2000-es években indultak be a csillagásztáborok. Először az Univerzum Csillagászt Egyesület, most már az EMCE szervezésében. Ezt egyik sem, hanem a Nagyváradi Meridian Zero-val közösen szerveztük. A Vegyászán 2009-ben a csillagászat nemzetközi évében, háttérben a fehérkövek. Hát itt az Erdély-szigethegységben vagyunk most. Ugye a Meridian Zero az inkább románok, mint magyarok által alkotott nagyváradi csillagászati szervezet, de nagyon jól ténykednek. Volt közös táborunk az EMCE-vel 2010-ben, ott az a három ember vagyunk mi, az egyik én vagyok, akik nem ők. Ez gyakorlatilag egy ilyen láblefagyasztó hely, a barátok feredője iszonyatos, tehát ilyen komplett lábcsere, hogyha kijössz onnan a gödörből, akkor új műlába kell tovább menni, annyira hideg. Bal oldalon fent az EMCE-nek a csodálatosan szép bélyegzőjét látjuk. Piros, fehér és zöld, és minden, ami kell. Itt pedig csak egy kis érdekes, kis színes, ugye sörkultúra. 2010-ben még nem létezett az igazi székely sör, hanem csak ez a csiki-csuki. Viszont metorvendéglő volt, ez nem egy montázs csíkszeretából, de szerintem az igazi székely sör az biztos jobb, mint ez. Szintén 2010-ben járunk a közös táborunkban, a régi magyar határon fent a gyímesekben csoportosulunk. Ott volt, hát te is ott bajnok. És akkor kis lamentálás, hogy hol vannak a fiatalok. Hát egyrészt szerintem egy részüket le se gyártottuk, kedves korosztályom, elfelejtettük legyártani meg fel gyerekmennyiséget. Most sokkal kevesebb 10 éves van, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Másrészt pedig hát közben megszületett egy másfajta táborozási forma, egy sokkal jobban menedzselt és sokkal népszerűbb táborozási forma, például ez a sziget, ez a fesztiválizmus. Hát nyilvánvalóan ti is ismertek 20 éves fiatalokat, akik számára egy nagyon komoly program elmenni egy ilyen fesztiválra. És azt nem is azt mondom, hogy ez maga az ördög műve, egyértelmű, hogy benne van a részvénytársaságban, mint tulajdonos, de hát azért itt nyilván pozitív folyamatokat is átélhetnek, csak hát ez egy olyan hallatlan intenzív élmény zuhatag, ami ezeket a fiatalokat éri, hogy alkalmasint inkább ezt a fajta kikapcsolódást választják, mint a
tarjáni, vagy bármilyen csillagásztábort. Mert mindig érzi az ember úgy, hogy lehetnénk többen. Hát ugye rá kell nézni, az ember látja az egésznek a dinamikáját. Felmérhetsz, hogy miért nem megyünk ki. Kimentünk, volt rá eset, hogy kimentünk fel a szigetre, mégpedig a Művelődési Minisztérium meghívására egy ilyen kormányzati sziget keretében, és hát akkor pár éjszakán keresztül folyt a ige hirdetés, meg a távcsövesztetés, hát messze menőkig alkalmatlan helyszín természetesen bármilyen csillagászatra. Fényszennyezés, zajszennyezés, szakszennyezés is volt még akkor. És hát ilyen, ez itt a nagy színpad előtti tatárjárás utáni állapot, valami borzasztó. De azért nagyon érdekes beszélgetéseket lehetett folytatni a fiatalokkal, és hát az akkori 20 évesek, akik akkor még a Polarisban voltak, most már kiöregedtek, hát ők vállalták magukra a szigetre járásnak a terheit. Ez már kevésbé passzul, de csak felmerült az, hogy miért van az, hogy a táborok Nyugat-Magyarországra és mondjuk, hogy jó esetben Közép-Magyarországra koncentrálódnak. Hát azért, mert a kék területek így oszlanak el Magyarországon. Ez egy 2013-as állapot, és valószínűleg most sem sokkal eltérő a helyzet. Úgyhogy ha azt érzékeljük, hogy túl a Tiszán sokkal kevesebb a csillagászati aktivitás, az részben azért is van, mert ott sajnos ilyenek a jövedelem viszonyok. De mégiscsak egy luxus, amit csinálunk, tehát nem egy létforma, hogy anélkül nem lehet érni, hogy az ember ne csillagászkodjon. És hát vannak olyan régiók, ahol sajnos olyanok a jövedelmi viszonyok, amilyenek. Ugyanakkor meg ezek a kék területek egybeesnek mondjuk a csillagos égparkokkal. Ugye a Zselic. Ugye hát itt van a főmenedzser. De hát az kell, hogy ne legyen semmi, és akkor van valami. Hortobágy ugye eleve már a neve is. Hogy most a Bükkben, hát a Bükkben is kilakik a szarvasokon kívül. Ugye a harmadik csillagos égborpart a Bükkben létesül. Hát azt sem lehet azt mondani, hogy az a leggazdagabb környék. Úgyhogy ezt csak így lamentálás szempontjából válogattam be. Csak azért, mert ez a legelszegen úgy felmerült ez a kérdés is. Ez a vége fő cím.